Egy elképesztően fontos gól Fradi mezben, néhány nappal később címeres felsőben a válogatott edzés előtti sajtótájékoztatón. A maszk ellenére is egyértelmű, hogy Sigér Dávidról van szó. Labdarúgóként szerintem az a legjobb, hogyha az emberre számítanak itt is, ott is, úgyhogy ha hívják a válogatottba és még a klubon kívül, szerintem az nagyon jó dolog. Csupaszív középpályásunk tehát ismét tagja a magyar labdarúgó válogatott keretének. Márko Rossi szövetségi kapitányjátékosai ezúttal nem Telkiben, hanem a Margit szigeten szálltak meg. Az összetartás előtt Sigért még Zalaegerszegre szólította kötelessége, ő ezt követően csatlakozott a többiekhez. Amikor pedig játékosunk megérkezett, váratlan helyzet köszöntötte. Azt mondta nekem a tömű, hogy a Cseri Tamással leszek egy szobába, megmondta a szobaszámot, és hát mondom, nem jövök, mert mondom, ha véletlenül mondom, horkolok itt hajnal, kettőkor alapból felkeltem, megmondom onnantól kezdve, hogyha mondjuk nagyon fáradt vagyok, elkezdek horkolni, akkor lehet, hogy nem is fog aludni szegény egy percet se, mondom, adok neki még egy éjszakát. Úgyhogy csak reggel érkeztem, és akkor mentem a szobakártyával, kinyitom az ajtót, sötétség volt, még teljesen mondtam is neki, hogy elnézést, hogy felkeltettem, hogy mondom, lehet nem ilyen ébresztésre számított, egyből felült az ágyba, az se tudta szerintem szegény hol van, de látom, hogy mellette még az ágyba mocorog egy láb, hát mondom, mi történt, mondom, behozta a családot is, vagy mondom, mi van, és akkor kiderült, hogy ott előző éjszaka a fiolával ők így összeálltak, szobatársak lettek, úgyhogy jó volt, meglepetés nekik is, nekem is, úgyhogy hagytam is őket, hagy aludjanak, és most így egyelőre egyedül vagyok, de szerintem az most már így is marad, aminek amúgy örülök, meg így a saját ritmusomban nem kell senkihez se alkalmazkodni, meg fordítva se. Ha már ritmus, Sigér két napon belül két edzővel is dolgozhatott, így adja magát a kérdés, mik a különbségek Sergej Rebrov és Márko Rossi között. Magasságban van köztük szerintem minimum vagy 20 centi, de mind a kettők nagyon érzelmesen áll olyan szinten a futballhoz, hogy ezt nem arra értem, hogy mutatják ki, mert ugye ebben pont ellentétek, hogy mennyit mutatnak ki belőle, de mind a kettőjüknek megvan szerintem a futballhoz az a belső ilyen motivációja, amit próbál nekünk is játékosoknak átadni, ugyanúgy, ahogy Rebrov is, ugyanúgy, ahogy Rossi is, és motiválólag tudnak hagyni a játékosokra. Rebrov motiválásának ékes példáját láthattuk a Celtic elleni, győztesen megvívott bajnokok ligája selejtezőn. Nem vagyunk, főleg ugye a bajnokságon mondjuk annyira rákényszerítve folyamatos védekezésre, mint mondjuk itt a Celtic ellen. Most viszont, hát azt mondom, hogy nem tudom, talán a 90 percből 70-80 percet folyamatosan ezeket, amiket már a két éve úgymond gyakoroltunk, és, vagy gyakorolunk folyamatosan, és elméletben is próbálunk még mindig csiszolgatni, visszanézni videókon, hogy mind lehet még tökéletesíteni, hogy ez jól működjön. Persze ez kell egy megfelelő állóképesség is, mert azért a Celticet gondolom mindenki látta, hogy milyen ritmusban járatják a labdát, meg milyen minőségi labdarúgók. Ott a többiekkel azokat a pillanatokat, ahogy mindenkihez emlékszem, hogy oda mentem, ahogy szólt a zene, ahogy mindenkivel így kicsit még ordibáltunk, egy kicsit kijött az a hát, feszültség, stressz, és azért van ilyenkor sok minden az emberben, amikor meg akarja valósítani az álmait, amikor ott van előtted egy nagy lehetőség, ki akarod használni, úgyhogy ilyenkor nagyon jól esik tényleg úgy kiordibálni még egy kicsit magunkat. A skóciai mérkőzés alaphangulatáról Sigér Dávid már a 7. percben gondoskodott. Mielőtt már megkapom a labdát, azért szoktam tudni, hogy nagyjából mi lesz fel a következő lépés, tehát hogy most itt egy érintőbe kell játszanom, mert annyira támadnak, vagy visszafele kell vele fordulni, vagy valakinek bejutniukba, vagy azt, hát annak örülök a legjobban, és az a legjobb érzés, és az tölt el egy olyan izgatottsággal, amikor azt érzem, hogy mondjuk ebből lövés is lehet, mert mondjuk van annyi időm, hogy átvegyem, és ott ezt éreztem, hogy mondom, úgy éreztem, hogy nem tolódott át a védelem olyan gyorsan, és hogy mondom, elsőnek el akartam rúgni már dropból, ahogy Szomi lefejelte nekem a pattanó labdát, belsőben magam elé tettem, de akkor még nagyon egy ilyen kicsavart állapotban lettem volna, és nagyon oldalasan a kapura nézve, és hát felismertem, hogy volt még annyi időm, hogy ezt még lesimítsam a fűre, és onnan nagyon szépen eltaláljam a hosszút, és mindenkinek adott egy olyan löketet már a meccs elején, ami szintén hozzájárult és kellett ugye a győzelemhez.
hát az ellenfélnek pedig adott lehet egy olyan megtorpanás és egy olyan pofont, amit, mint amikor a boxoló kap egyet, egy nem várt felütést, lehet, hogy megszédültek tőle. De utána jöttek is mondjuk pecsülettel, nekünk is kellett dolgozni nagyon a védekezésen, de hát hála az énnek azért a Tokinak a gyorsaságára is lehet azért ilyenkor számítani, amikor nagyon, nagyon ég a ház, és jött is, és be is kurította a kapus lábai között a végén. Ez pedig nem az első alkalom volt, hogy Sigér bombagóllal sokkolta az ellenfelet. Amikor rákészülsz egy ilyen távoli lövésre, sokkal nagyobb erőt akarsz beleadni, úgyhogy inkább maga azt az energiát, amit olyankor összegyűjtesz, és ahogy megfeszül minden egyes izmod, és tényleg minden idegszálad, de eltáll, és amikor látod, hogy annyira jól megy a labda, így becsapódik. Szerintem kívülről nézőként is, hogyha én is nézek más mérkőzéseket, ilyen gólt látok, az abban jobban belecsap egyet az ember a levegőbe, hogy ez igen, ez jó kis gólt, és hát ugyanezt, amikor neked sikerül a pályán elérni, egyértelmű, hogy több érzelmet mozgat meg. Egy ilyen gól után pedig nem csoda, ha az embert gratuláló üzenetekkel halmozzák el. Több napba telt, mire mindenkinek megfelelő válaszsal, vagy legalábbis köszönettel tudtam válaszolni az üzenetére. A pályafutásom során ennyi gratuláció még nem érkezett semmi után. De nem csak üzenetek, hanem hozzászólások formájában is sokan köszöntötték Sigért. Szimpatikus a kis gól is gól, ezt többen is írták, ezt így konkrétan azt látom. Jesszusom, mekkora gól, ez is tetszik. Ez is kedves, ez a szép volt, hajrá Fradi, a mosolygós, mosolyoghat. Örülünk neki, hogy ezzel ennyi szurkolónak és ennyi embernek, főleg magyar embernek okozhattunk örömet. További örömszerzésre pedig lesz még lehetőség, hiszen a BL következő selejtezőjében az a Dinamo Zagreb érkezik a Groupama Arénába, mely csapat ellen Sigér egy évvel ezelőtt szintén eredményes tudott lenni. Nagyon jó fel fogunk készülni szerintem ebből a csapatból, és mivel a legtöbben játszottunk ellenük, már nem volt olyan régen az a mérkőzés, és a legutolsó mérkőzésünk nem úgy sikerült, nagyon nem úgy, ahogy mi szerettük volna. Meg vagyok róla győződve, hogy olyan tetvágy lesz bennünk, és olyan akarás, hogy vissza akarjuk adni, vagy vissza akarunk vágni azért, ami a legutolsó mérkőzésen történt, ráadásul hazai pályán. Tudjuk, hogy a papíron egy nagyon erős ellenfélről van szó, de azt gondolom, hogy megfelelő hozzáállással minden kompenzálható. Van nekünk még több ilyen videónk. Kattints ide egy újabb ér, vagy iratkozz fel itt!